agriculture is market szomszédsága, a dalodzsacsó, az meg nem lesz a Tisztelt Fazekas Sándor, földművelési miniszter úr, Laróci László úr, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője és kedves vendége. Hondiszak, mi úr, egy felültek, most a kányányató zemesz.今日本政府は官民が一体となって日本産食品の世界への輸出の拡大に取り組んでおります。2013年には日本の伝統的な食事であります和食がユネスコの世界無形文化遺産に登録されるなど、日本食や日本産の食品に対する世界の関心は日々高まりを見せていると思っております。Hálás vagyok, hogy a mai napon ilyen megtiszteltetésben részesülhetek. Jelenleg a japán kormány a köz, illetve magánszféjával egységet alkottat az erőfeszítéseket, a japán élelmiszeripari termékek a világ minden tájára történő exportálásához. 2013-ban a japán tradicionális konyha, az úgynevezett vasoku, a UNESCO világ szellemi kulturális örökségei közé került, emellett a japán ételek, illetve a japán élelmiszeripari termékek iránti érdeklődés is napról napra növekvő tendenciát mutat. このような中、パルカス農業大臣から長い伝統を有するこのハンガリー最大の食品、日本一でありますオメクのパートナー国として日本をご招待いただいたことに対し、日本政府は大変光栄に感じております。Éppen ezért a japán kormány különösen nagy megtiszteltetésnek teszi, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr Japán kérte fel a régi hagyományokra visszanyúló Magyarország legnagyobb élelmiszeripari kiállításának és vásárának. これまでハンガリーでは日本国大使館が中心となって日本食や日本産の食品の普及に取り組んでまいりました。また2017年の2月には日本食普及の役割を担います日本政府公認の日本食普及のための親善大使が中東地域では初めてこのハンガリーで任命されました。Magyarországon ez idáig a japán nagykövetség állt középpontban és tett erőfeszítéseket a japán ételek, illetve a japán élelmiszeripari termékek népszerűsítésében. Azonban 2017. februárjában a japán kormány által a japán ételek népszerűsítésével hivatalosan megbízott japán ételek népszerűsítésének jó szolgálati nagykövete a közép- és kelet-európai régióban először került kinevezésre Magyarországon. このような状況を踏まえまして、日本政府は都会ワインや万が一サポークをはじめとした高品質な食品を愛するハンガリーにおいて、日本食や日本産の食品が広く受け入れられる可能性があると確信し、オメックに出展することを決定いたしました。Ezen körülményeket alapul véve、a japán kormány azért határozott úgy, hogy kiállít az Omek rendezvényén, mert meggyőződése, hogy Magyarország, amely kedvelője a kiváló minőségű élelmiszereknek, többek közt a tokai bornak, illetve a mangalica húsnak, széles körben tudná alkalmazni a japán ételeket, illetve a japán élelmiszeripari termékeket. 現在、JETRO のブダペスト、それから日本国大使館が中心になって出店企業を募集しておりますが、すでに日本酒、日本茶、和牛などを中心に20社近くの企業から出店の意向が示されております。Jelenleg a JETRO Budapest és a japán nagykövetség áll a kiállító cégek toborzásának középpontjában. Elsőként említve a japán szakét, a japán teát, illetve a japán marhahús, mert közel 20 évvel lesz terítvételi szándéka. Nihonには nihonshu ya sushi dake deva naku, mada mada Hungary de nazumi no nai oishii nihonshoku ga takusan gozaimasu. Konkai no Omek o tsujite Hungary no minasan ni mo yori dooku no nihonshoku ya nihonsan no shokuhin o shitte itadakitai to omotteimasu. Japánban sem csak a sake, illetve a sushi van, számos olyan ízletes étel van még, ami nem ismeretes itt. Az ez alkalommal megrendezésre kerülő Omekon keresztül szeretnénk megismertetni minél több japán étel és japán élelmiszeripari terméket a magyarokkal. Nihon deva sakedo Fazekasu daijin no ご指摘されているトカイワインですとか、マンガリーサポー、それからアカシアの蜂蜜など多くのハンガリー産の食品がすでに高い人気を誇っております。Ahogy az előbb Fazekas úr is említette, ahogyan az imént említette, japán a tokai borhoz, a mangalica húshoz, az akácmészhez hasonló számos magyar élelmiszeripari termék iránt mutat egy új érdeklődést. Mindezek mellett bízom benne, hogy az idei Omek kiváló lehetőséget nyújt mindkét gasztronómiai kultúra megosztására, valamint a két ország közötti élelmiszerkereskedelem bővülésére, és egymás gasztronómiájának megismerésével a japán-magyar barátság, illetve a kölcsönös megértés további elmélyülésére.
最後に数々、農業大臣をはじめ、おめくの準備にご尽力をされております関係者の皆様に御礼を申し上げますとともに、パートナー国としておめくの成功に貢献することを約束して、私もご挨拶していたします。ありがとうございました。Beszédem végezetéül kezdve a sort Fazekas miniszter úrral, köszönettel tartozom az OMÉK előkészületeibe oly sok munkát befektetett személyeknek. Mindemellett partnerországként ígérjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az OMÉK sikerreviteléhez. Köszönöm a figyelmet!